Na hello szóval a mai praktikus trükkök részben a Wordpinterről lesz szó, ami szintén egy tök jó kis Minecrafton kívüli program, például szerver készítők számára, a szerver pályájának a megalkotásához, vagy bármiféle mapmakernek igazából elég hasznos tud lenni. Sokan kérdeztétek például, hogy a Wingcrafton hogy alakíthattak ki ilyen szép nagy területeket, hiszen ilyeneket alapból nem generálna a játék, hát a Wordpinter az az egyik megoldásra például. Gyakorlatilag ez a program annyit tud, hogy megfesthetsz magadnak egy kis világot, tehát például ahová sárgát teszel, ott sivatag lesz, ahol kéket ott vizet, és így kialakíthatsz magadnak egy szép kis Minecraftos mentést, majd ezt, hogyha betöltöd a sima játékba, kapsz egy olyan térképet, amit éppen festettél. Nyilván lehet benne hegyeket emelni, vagy éppenséges szakadékokat húzni, de ezek mellett még sok-sok kis feature van. Nézzük is hát mire tudjuk használni, miután letöltöttétek és telepítettétek, ez a kis képernyő fogad minket, itt először is középen láthatunk egy program által legenerált világot, és itt a szélén rengeteg féle kis opciót, hát a fontosabbakon akkor én most végig is megyek. Az első említésre méltó talán itt a túlszon belül található egy ilyen piramis eszköz, hogyha az ember rákattint és véghúzza a szalabból generált mepen, akkor ilyen piramisokat fog nekünk generálni. A másik eszköz is hasonló, annyi különbséggel, hogy az egy picit más alakú piramis, fog nekünk megjeleníteni. Ezek inkább csak speciális esetekben jöhetnek jól, ami fontosabb nála az pontosan mellette ez a kis csepp jel, ezzel vizet tudunk letenni abban a színben, amire éppen rákattintunk, tehát így lehet mondjuk könnyedén tavakat kialakítanunk, de mondjuk, hogyha rákattintunk egy magas pontra, akkor szinte az egészet eláraszthatjuk vele, csak pár sziget maradott a helyén. Ugye a Ctrl lehet itt is visszavonni az éppen nem kívánatos változtatásokat. Na de hogyha ez megvan, akkor ugye mellette találtok még egy olyan eszközt, ami nagyon hasonló, mint a víz, csak ugye, ahogy ezt gondolom biztos kitaláltatok, ezzel lávát tudunk lehelyezni ezekre a pontokra. Ugyanúgy működik ez az eszköz is, mint a víz, tehát ezeket vissza is vonom, egyelőre nem kellenek. Ami érdekesebb, és itt először érdemes is kitérni arra, hogy mennyire jól látszanak a magassági szintek ezen a random generált mepen, tehát ezek a sötétebb, fekete vonalak jelzik a blokkok szélén, hogy hogyan emelkedünk szinteket. Na most ezzel az eszközzel lehet nekünk ilyen kisebb dombokat kialakítani, mint ahogy itt láthatjátok, is szépen alakítom ki itt a formákat, emelem a hegyeket, szóval úgy jelennek meg ezek a magasságmérő vonalkák is. Hogyha csökkenteni szeretném őket, akkor egyszerűen csak a bal helyet, a jobb klikket Nyomom meg, és így már is mélyedésekhez juthatunk. Tehát gyakorlatilag szerintem erről az eszközről ennyit is. Ezek voltak a nagyon alapok, de van itt még pár másik érdekesség is ezekre már tényleg csak gyorsan fogok kitérni, például van itt ugye egy Flatten nevű túl, ezzel egy síkba tudjuk kinyújtani a terepet, van itt egy Smooth tool, ezzel szépen el tudjuk simítgatni a nagy magasságok és mélyedések közötti különbségeket, van itt egy ilyen Rise Mountain nevezetű túl, bár ezzel inkább csak ilyen gömbökként tudunk hegyeket emelni és csökkenteni. Van itt egy set spawn tool, ez is egy tök jó dolog. Van itt még egy szintén egy érdekesebb, egy ilyen szivacs, amivel ki tudjuk szenni az összes lávát vagy vizet, a területről, anélkül, hogy más blok blokkokat ugye felvennénk. És az utolsó ezen a részen a Global Options, vagy Global Settings, hát már nem is tudom melyik, szóval itt pedig meg tudunk szabni olyan alap dolgokat, hogy például mivel legyen borítva a területünk, ez ugye jelenleg grass, de mondjuk, hogy ettől függetlenül milyen bajom legyen rajta, szóval mindenféle ilyen kis érdekességet, hogyha az már nagyon testre szeretné szabni az éppen aktuális világát, ebbe én most nem nagyon fogok belenyúlni, hanem nézzük is a következő opciókat. Ezek itt középen a layer lesznek, tehát például itt tudunk lehelyezni egy jungle layer vagy esetleg egy mocsár layer és attól függően fog nekünk a világunkban dzsungelt generálni, vagy mocsarat, de még sok más, ezekben most nem fogok annyira belemenni. Ami érdekesebb itt még ezen kívül a biomes, hogyha ezt mintjük, akkor itt alul fog megjelenni nekünk egy plusz fül, aminek segítségével hasonlóképpen itt is le tudunk tenni olyan léjeszerűségeket, mint, mint, amiket itt is láthatunk, de ide is tehetnék egy dzsungelt, csak annyi különbséggel, hogy itt nem lesz benépesítve például fákkal, vagy olyan növényekkel, ami a dzsungelben található, csak mindössze, mint hogy egy edit filterrel csinálnánk, átszínezi nekünk a füvet dzsungelesre, és hát megjelennek a dzsungelre utaló tulajdonságok is, például ocelotok fognak spawnolni. A többi ezekhez a fülekhez tartozó dolgokat már valószínűleg ki fogjátok találni, tehát mehetünk is az utolsó pár beállításra itt ezen az oldalon, például erre a fülre itt. Itt meg tudjuk adni, hogy milyen blokkokkal alkothassunk meg egy területet, tehát pályamtól függetlenül mondjuk csak homokból, vagy csak fűből, vagy csak kőből álljon, stb. stb. Ez mondjuk majd mindjárt később majd elő fog jönni. Az ablak jobb oldalán pedig minden ecsethez kapcsolódó beállítást megtaláltunk, tehát például az alakját, a formáját, vagy csak éppenséggel azt, hogy milyen magasságtól lépjen érvénybe az éppen aktuális ecset tulajdonság. Ezekre is mindjárt egy kicsit később visszatérünk. Szóval mondjuk teszként legyen az a célunk, hogy ki akarunk alakítani valami jó kis óceáni szigetet közepén egy vulkánnal, és hogy ne legyen annyira egyszerű a dolgunk, egy általunk meghatározott fákból álló bájom legyen a tetején plusz, hogy még egy kicsit hangulatosabb legyen, egy szintén által meghatározott anyagokból álló kis út, kacskaringózom benne ide-oda, szóval, hogy, meglegyen meg legyen ennek is a hangulata. Nos, hát akkor új világ létrehozása. Hát először is megadhatunk itt egy nevet neki, de szerintem ez egyelőre jó lesz. Ezen kívül egy méretet is megadhatunk neki, ezt egy kicsit lejjebb veszem, szerintem 512 512 bőven elég lesz. És átteszem teljesen simára a dolgot, hiszen így sokkal könnyebb lesz a kialakítása nekünk, és gyakorlatilag szerintem ezzel ebben az opcióban ennyi is. Rá is nyomhatunk arra, hogy create, meg is van a világunk, azonban ezt még ki kell egészítenünk azzal, hogy bemegyünk az editbe, és itt van egy olyan, hogy dimenzió beállítások. Na most, hogyha ebbe bemegyünk, akkor feltétlenül be kell állítanunk azt, hogy ne a semmi határolja a kis szigetünket, hanem víz vegye körül. Ugye ez a rész az általunk nem szerkeszthető területekre vonatkozik, de így már ugye jó is lesz, úgyhogy nyomok is egy okét, okay Na most akkor, hogyha ez ugye így megvan, az hogy már elég jó, azonban egy kicsit sziget formájúbb legyen itt a dolog, megfogom ezt az edge és egy kicsit lemélyeztem itt a széleit. Egészen addig kell méteni itt a dolgokat, ameddig ugye lent alul mutatja, hogy milyen magasságban vagyunk, ameddig körülbelül el nem egy ilyen 45-50 körüli magasságot, hiszen a körülöttünk lévő óceán is körülbelül ilyen magasságban van, tehát szépen itt vég lapítgatom a szélét. Szóval, hogyha ez is megvan, akkor itt a szigetünkön is emelek pár dombot, csak hogy egy kicsit valószerűbb legyen. Plusz itt a közepet táján, nem teljesen a közepén, emelek egy elég nagy hegyszerűséget, ugye ez lesz nekünk a vulkán. Ez, ez egészen jöhet sokáig. Mondjuk körülbelül ilyen magas, ilyen magas talán már elég lesz. Kicsit visszaveszem az ecset méretet, és a közepében nyomok is egy lyukat, itt lesz benne majd a láva. Plusz ezzel a kis mérettel még egy kis folyót is behúzok ide a szárazföldre. Talán ez is egy kicsit változatosabbá tehetjük a szigetet. Ezután megfogom a kis láva és nyomok is egyet a vulkán közepére, most már ugye meg is jelent a vulkánunk tetején a láva. Plusz van ugye ez a flatten túl, ezzel a partot fogom egy kicsit elsimítgatni, hogy szintén valósághűbb legyen. És utána pedig át is a partot homokra, hiszen így még inkább szigetszerűbb lesz a dolog. Azonban ahhoz, hogy én azt akarom elérni, hogy csak a part és az alatt lévő tengerrészen legyen egy kicsit több homok, ezt itt érdemes pepipálni és átérni 64-re, hiszen az esetünkkel csak a 64 blokk alatti részeket tudjuk átfesteni homokra, és ugye ez pont jó is lesz nekünk, hogyha egy ilyen partot szeretnénk kialakítani. Na, ez így már egészen szigetszerű, azonban két nehezebb dolog még hátra van. Az első, hogy mondjuk egy olyan utat csináljunk, aminek mi adjuk meg a részeit. Na most először is ehhez erre a főre kell elkeverednünk, és itt csinálunk egy új általunk testre szabott anyagot, ami nekünk az útként fog szolgálni. El is nevezem csak simán útra, és hát milyen anyagok alkotnak is egy utat. Maradhat ugye először is benne a dört, de adjunk hozzá gravelt, egy kis cobblestone és Mozatos cobblestone. -t. Körülbelül mondjuk ezek alkothatják. És nagyon fontos ezen kívül még a gyakoriságokat megadni ezeknek az anyagoknak. Például ugye mozgatós kebősztomból olyan sok nem kell, tehát ezt át is írom mindössze csak 50-re. Ilyenkor az összes többi is értéket változtat, ugye csak hogy megtartsák a százalékos arányt. Azonban szerintem a grevőt még feljebb vihetjük mondjuk 500-ra. Így talán jó is lesz. És ezen kívül még beadhatjuk neki, hogy milyen módon pakolja egymás mellé ezeket az, az megadott anyagjainkat. Van ez az első, itt elég zavarosan, elég random, kis csoportokban pakolja egymás mellé ezeket az anyagokat. Van a második, itt már nagyobb csoportokként szerepelnek, és van ez a harmadik, amikor ilyen csíkonként, ilyen léjerenként nyomotja végig ezeket az anyagokat. Hát nekünk nyilván az első talán a legjobb útnak, úgyhogy ezt ki is választom, és ezzel le is okézom. Le is csökkentem egy kicsit az esetméretet, és húzok szinte teljesen vérlenszerűen utakat ezen a kis szigeten. Itt talán jó is lesz. Ezen kívül, amit elfelejtettem, viszont azért nem ártana, hogy a vulkánnak a tetejét és a környékét egy ilyen stone, sima stone mixel egy kicsit átfessük, hogy még vulkánosabban nézzenek ki itt a dolgok. Plusz átmegyek a biomes és az egészet végighúzom egy jungle biome hogy ilyen szép, világos színű zöld fű legyen, és utána pedig jöhetnek rá a fák, amiket még mi határozunk meg. Na de azt hogyan lehet megcsinálni? Nem annyira durva dolog egyébként az sem, csak kellenek hozzá nyersanyagok, tehát vagy ti készítetek magatoknak fákat, amiket szeretnétek látni a pályátokon, vagy pedig letöltötök valahonnan egy ilyen fa csoportot, mint ahogy ezt egyébként most én is fogom tenni, és onnan választotok számotokra megfelelő fákat a szigetre, vagy bármilyen pályára, ami éppen csak kell. És akkor majd ezeket fogjuk tudni összetenni, és alkotni velük gyakorlatilag szinte egy új biomot. Na de hogyan is választjuk ki pontosan, hogy milyen fákra van nekünk szükségünk, hogyha már van egy ilyen facsoportunk? Hát ez vagy mellékelnek egy képet, vagy pedig egy teljes Minecraftos mentést, ahol ugye 3D-ben tudjuk megszemlélni, hogy nekünk éppen melyik fa kéne a szigetünkre például. A leírásban egyébként megtalálhatjátok azoknak a fáknak a letöltését, amit én most itt használni fogok. Egyébként érdemes lecsekkolni az emberkének, aki csinált ezt a pályát, a többi művét is, mert elég jókat csinál. Szóval itt van a mentés, és itt van rajta az összes fa, amit ő elkészített. Vannak nagyobbak, közepesek, kicsik, hát én szépen vegyesen kiválasztok összélő fákat. És ugye itt láthatjuk meg azt a számot, ami alapján később majd ezeket a fákat importálni tudjuk majd a programunkba. Szóval itt össze is írtam magamnak már egy párat, és visszatérhetünk ide a World Painterbe. Szóval, hogy itt vagyunk, akkor csak rányomunk erre a kis plusz gombra alul, és kiválasztjuk, hogy Add a Custom Object Layer. Hogyha ez megvan, akkor adhatunk neki valami kis szint, nálam mondjuk legyen ez világos zöld, és akkor szépen adhatjuk hozzá azokat a fákat, amiket ugye előbb kinéztünk magunknak. Ezt úgy, úgy tudjuk megtenni, hogy ha itt rákattintunk, és kikeressük azt a mappát, amit ledöltöttünk a fákkal együtt, akkor vagy ö, sematikok, vagy BO2 fájlok -ok találhatók benne. És itt már csak kikeressük azokat a fákat, ugye, amik előbb megtetszettek nekünk, és hogyha itt nyomok egy ok akkor gyakorlatilag ezzel már készén is van az új custom biomunk még egy kicsit lehet finomítani azzal, hogyha az ember ide a beállítások közé, akkor meg tudja adni, hogy a fa a földhöz képest hol helyezkedjen el, milyen magasan. Tehát, hogyha esetleg rosszul lenne alapból betéve, és a fánk a levegőben lebegne, akkor itt tudjuk egy kicsit lejjebb vinni, hogy a föld szinten generálja ezeket. Vagy hogyha éppen lebegő fákkal akarnánk generálni a világot, akkor ugye arra is van lehetőség. De jelenleg ugye ez így jó is nekünk, úgyhogy erre is nyomok egy el is kezdhetjük hát akkor benőményisíteni a területünket, azonban, hogy ezt egy kicsit megkönnyítsük, érdemes rányomni arra, hogy only on, és a tervényen belül a csupasz fűre, és hogyha ez megvan, akkor jöntök ezzel most már csak fűre tudjuk letenni ezeket a fákat, tehát nem fog a parton, vagy esetleg a vízben nőni az új bajomunk, hogyha esetleg egy picit oda is jutott volna. Na, hogyha ezzel is megvagyunk, szerintem ezzel el is készültünk, és kész is van a szigetünk. Most már, hogy csak beszélnénk tölteni a Minecraftos mentéseink közé, nincs más dolgunk, mint sem a fájnál exportálni ezt a világot, elnevezni valaminek, és töltetjük is be, megnézhetni, hogy milyen lett az alkotás itt is van, és szerintem ahhoz képest, hogy milyen rövid idő alatt elkészítettük, egész szép lett a végrendmény. Ezt más eszközökkel igen csak nehézkesen lehetett volna megcsinálni, hogyha egyáltalán lehetett volna, de biztos, hogy nem ilyen kevés idő alatt. Úgy sorolnám be ezeket a dolgokat, hogy a WordPainter az igazán nagy munkákra, tehát amikor egy egész világot akarunk létrehozni, az MC Edit az ilyen közepes melókra, amikor csak szerkezgetni, de azért nagyobb részeket, és végül a Word Edit, ami ugye egy szerve plugin, erről még nincsen videó, mint az MC azonban ez már csak az ilyen kisebb, mondjuk egy-egy hely, egynek, vagy egy domnak a kialakításához, esetleg alagutak fúrásához, például szintén egy eléggé praktikus eszköz. Esetleg majd lesz később arról is egy rész, de majd meglátjuk. Minden esetre a Wincrafton már összeszedtem a 65-ös szintet, tehát a következő videó feltétlenül egy lesz. Viszont remélem tetszett, és tudtam segíteni, szerintem egy nagyon hasznos program, úgyhogy majd a következő részben találkozunk. Addig is minden jót, és sziasztok!